Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Nagy Viktor vagyok. Nézzük, miről lesz szó a mai műsorban. Autómentes nap lesz szeptember 22-én Bonyhádon. Teleki Sámuel érmet kapott Gruber László. Újabb országos sikereket ért el a Bonyhádi Olyama Karate Egyesület. Sok sportágban kipróbálhatták magukat a diákok. Szeptember 22-én autómentes napot tartanak Bonyhádon. Az eseményen több alternatív közlekedési megoldást is megismerhetnek az érdeklődők, de olyan különleges játékokat is kipróbálhatnak, mint a trükkös bringák vagy a kezes-lábas játszóház. A program célja, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre és a fenntartható közlekedésre. Az Európai Mobilitási Hét minden évben szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre. Ezen a héten az európai városok és nagyvárosok fokozott erőfeszítést tesznek a fenntartható közlekedési megoldások bevezetésének népszerűsítésére, ösztönözve a lakosokat, hogy próbálják ki a gépkocsi használat helyetti alternatívákat. Az esemény zárónapján, 22-én autómentes napot tartanak mindenütt. Bonyhád Városi Önkormányzata az idén már 18. alkalommal csatlakozik, és nagy-nagy szeretettel és egyre színesebb programokkal próbáljuk megszervezni ezt a napot, aminek a lényege az az, hogy felhívjuk a közlekedés által okozott környezetszennyezésre, ugye a kipufogógáz által okozott levegőszennyezésre, és sajnos egyre több autó van az utakon, ami ugye, hát most így az útfelújítások kapcsán egyre jobban észrevehető, hogy ugye közlekedési nehézségeket is okoz, ezért ezen a napon próbálunk alternatív közlekedési eszközöket is bemutatni, így például ugye már a hagyományosan ismert kerékpár, ezen kívül lesz egy elektromos egykerekű, Pécsről érkezik egy úriember, aki már tavaly is vendégünk volt, illetve az idén az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő elektromos rollereket is bemutatjuk, ki lehet próbálni, illetve aki jön ez a szolgáltató, ő be is tudja mutatni, és vásárolni is lehet majd nála. A napnak az attrakciói korábbi évekhez hasonló, ugyan lesz egy megnyitónk, melyet egy bemelegítés követ, és 9 órakor kezdődik a megnyitó, és 9:30-kor lesz egy gyalogos, aki a kicsiknek futóbiciklis, kismotoros, babakocsis, nordic walkingos, ki mivel szeretne, lesz egy ilyen felvonulásunk. Napközben lesz kezes-lábas játszóház, trükkös kerékpárok. Ezek olyan átalakított járművek, melyek használata mosolyt csal az ember arcára. Van köztük ellenkormányzós bicikli, vagy olyan kerékpár, ami egy rádióval van összekötve, és csak akkor szól, ha tekerik, de egyéb feladatokat is adnak majd a különös szerkezetek. Részt vesznek az önkéntes tűzoltók, a mentőszolgálat munkatársai bemutatót tartanak, a rendőrség is jelen lesz, a felvonulásukat kísérni is fogják. Ezen kívül lesz egy kresszsuli, ahol a gyerekek csapatokban vesznek részt, a csapat egyik fele lesz a közlekedési eszközzel vesz részt, majd a játékban a másik fele gyalogosként, és a kressztábláknak megfelelően kell közlekedni a pályán. Az idősebbeknek lesz kreszteszt, minden résztvevő tombola sorsoláson vesz részt, ez a kerékpáros felvonulást követően 3 órakor fog kezdődni. A kerékpáros felvonulásunk a minden évben, ugye ez mond ugye a napnak a fénypontja, ez 2 órakor kezdődik. A program a művelődési ház mögött a rendezvénytéren, a korábbi kaszinókertben lesz megtartva. A rendezvény az elsősorban ugye a fiatalabb korosztályt szólítja meg, részt vesznek óvodások, általános és középiskolások, de a felnőtteket is nagy szeretettel várjuk, hiszen a trükkös kerékpárokat ők is ki tudják próbálni, illetve a felvonuláson is részt tudnak venni. 2 órától lesz egy véradás, ami minden évben meg szoktunk szervezni, és ezen is szeretnénk, ha minél többen részt vennének a lakosok. A program célja, hogy csökkentsük egy részt a környezetszennyezést azáltal, hogy az autók helyett kerékpárral, rollerrel, vagy esetleg gyalog közlekedünk, nem csak ezen a napon, az autómentes napon, hanem úgy általában a munkahelyre, iskolába, óvodába, mindennapi teendőinket ilyen alternatív közlekedési eszközökkel intézzük el.
Ezen a napon, mivel az a lényeg ennek a napnak, hogy csökkentsük a környezetszennyezést, és minél kevesebbet használjuk autóinkat, így a tömegközlekedési eszköz, a helyi járatos busz közlekedés díjmentes a bonyhádi lakosok számára. Szeptember 22-én tehát számos programmal várják az érdeklődőket Bonyhádon, és egy helyi kerékpáros vállalkozásnak köszönhetően a nap során ingyenes, gyors szervízre is elvihetik a lakosok a kétkerekűiket. A földrajzos Kossuth díja. Így nyilatkozott Gruber László arról a díjról, amit szeptember 12-én vehetett át a Magyar Földrajzi Múzeumban. Ezt a kitüntetést középiskolai tanár még nem kapta meg. A díjat fáradhatatlan aktivitása, lelkesedése, kezdeményező képessége és önkéntes szerepvállalása miatt nyerhette el. A Magyar Földrajzi Múzeumban vehette át a bonyhádi középiskolai tanár Gruber László azt az elismerést, amit Magyarországon csak a legnagyobbak kaphatnak meg földrajzi berkekben. Hát így fél száz éven túl az ember kaphatott már néhány elismerést, és én nem panaszkodom, elég sokkal megtiszteltek már, akár itt Bonyhádon szűkebb pátriámban, vagy akár megyei szinten, országos szinten, de a mostani Teleki Sámuelről, a nagy Afrika kutatóról és utazóról elnevezett emlékérem kiérdemlése, azt mondom, hogy talán minden földrajzosnak a pályájának valamilyen szinten a csúcsát jelenti. Jelképesen úgy is mondhatnánk talán, hogy ez a földrajzos szakmának a Kossuth díja, hogy nagy szavakat használjunk. Nem azokat terjesztik erre föl egyrészt, akik sok utazás mellett azt az ismeretanyagot átadják, amelyet ott megtapasztaltak, legfényképeztek, levideóztak, stb. Illetve erről cikkeket írnak, előadásokat tartanak. Ezen felül pedig, amiért elsődlegesen alapították, hogy tudománytörténeti kutatás szintjén is foglalkoznak ezekkel az utazókkal, felfedezőkkel, és hát természetesen itt elsősorban magyar utazókról, felfedezőkről van szó, de szóba jöhet akár külföld is. Viszont ami számomra különösen értékessé teszi ezt a díjat, ez az, hogy hát egy évben egy ember kaphatja ezt meg az országban, nagyon ritkán adják külföldieknek, és olyan emberek kapták meg előttem, mint egykori professzorom, aki hát mondhatjuk a szakmában igencsak híres ember, Jakucs László, vagy egykori jó barátom az Etiópiában elhunyt Fábián Tamás. De a még élő Szilasi Péter, vagy a híres operatőr Csíke Zsolt is az egykori díjazottak között van. Általában egyetemi professzorok, egyetemi tanárok, docensek, többek között Kákosi László, a nagy egyiptológus, és Egyiptomban sokat kutató, sajnos ma már ő sincs köztünk, ő is kiérdemelte ezt. Úgyhogy azt mondom, hogy ezek mellé, a nagy emberek mellé bekerülni, nekem egy nagy büszkeség, de mindig bennem mozog az, hogy mivel érdemeltem ki. Kubasek János, az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója volt az, aki felterjesztett erre. Egyébként a napokban került sor ennek az átadására, és ő volt az, aki méltatta eddigi tevékenységemet. Most számoltam össze nemrégen nagyságrendileg, hát most már több mint 400 előadást tartottam az utazásaimról az ország különböző pontjain, sőt, most már Bécsből érdeklődtek, illetve már megvan az időpont, a kolozsvári Bábesbújai Egyetemre is megyek előadni majd a közeljövőben, és ennek kapcsán is, az ismeretterjesztés kapcsán, és ahogy említettem már, ezek a híres vagy kevésbé híres magyar utazóknak, felfedezőknek a emlékének megőrzése kapcsán is szükséges, hogy ezt tegyük, hogy ismerje mindenki, vagy többség ezeknek az embereknek az életútját. Ezt a díjat, és ezt tegnap így be is jelentették ezen a konferencián, ezt eddig még középiskolai tanár nem kapta meg, úgyhogy ez azt mondom, hogy ebben is ők újítottak valamennyit, és ez különlegesen jól esett tényleg, hogy én ezt megkaphattam tényleg, és hát még mindig nem merem azt mondani, hogy kiérdemelhettem, de hát itt van már a kezemben, úgyhogy most már ezt remélem, hogy nem veszi el tőlem senki. Arról nem is beszélve, hogy a díjat a Magyar Földrajzi Társaság alapításának 150. évfordulóján kaphatta meg a tanár. És hogy tudja ezt még mindig ilyen lelkesedéssel és lendülettel csinálni?
Azt mondom, hogy nekem a munkám és a hobbim. Tudom, hogy ez egy ilyen közhelyszerű dolog, de mikor valaki azt mondja nekem, ugye, hogy az az iskola jó, ahol nincs gyerek, és sok pedagógus ezt mondja, vagy vízből, vagy nem, ez nem így van. Én bevallom, nekem volt olyan, hogy egy ballagás után, délután visszaérkeztem ide a gimnáziumba, és végignéztem az udvaron, és kicsordultak a könnyeim, mert hiányoztak a kölkök. Tényleg ez van, meg azt is mondom, hogy nem arról kell beszélni, hogy szeretjük a gyerekeket, hanem legyünk velük. Hát én ezt tettem az előző egy-két évtizedben itt Bonyhádon is, aminek fogalmazunk úgy, hogy meglett a pozitív és meglett a negatív eredménye is, de most nem erről kell beszélnünk szerintem, hanem az, hogy a tanítás az egy jó dolog, én úgy gondolom, ha az ember szívvel, lélekkel csinálja. A másik dolog pedig, hogy azon felül pedig jó néha az ismeretterjesztés más irányban is, legyen az akár egy rövid film elkészítése, legyen az akár egy előadás. Én úgy gondolom, és ezt a elődeimtől, többek között Fábián Tamástól tanultam, hogy ha utazunk valahová, arról készüljön egy anyag, készüljön egy előadás, és ezzel az előadással jó járni az országot egyébként. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy számtalan Tolna megyei kistérségi könyvtár meghív. Ott, ahogy összegyűlnek a kis könyvtárakban, nekem óriási élmény az, hogy megjelennek az emberek, érdekli őket, és kérdeznek is sokat. És ezt csinálom, és azért bevallom, természetesen ezért némi ellenszolgáltatás is jár, és akkor ez egy jó kis kiegészítés itt a fizetésem mellett. Úgyhogy ez jó, de ugyanakkor, ha nem szeretném csinálni, biztos nem csinálnám. Most gondold el, hogy végig tanít. Általában nekem egy napon 6-7 vagy 8 tanórám van. És azt végig dumálom, ugye, mert én az vagyok, hogy kiállok és dumálok, kérdezek is néha, de nem nagyon hagyom szóhoz jutni a kedves diákokat, mint hogy téged se nagyon jelen pillanatban, és akkor utána pedig egy kis szusszanás, beülök az autóba, és megyek, és én szeretem ezt a műfajt. Gruber László azt is hozzátette, fontosnak tartja, hogy ezeket az értékeket olyan helyekre is elvigye, és olyan embereknek is megmutassa, akik nagy valószínűséggel sosem jutnak el ezekre a vidékekre. Ugye, amikor az állóvízbe egy kicsit bedobunk egy kavicsot, tényleg egy falu életében, és én örülök neki, hogy ez megmozgatja őket. És mondom, nagyon érdeklődőek. Nagyon érdekes, hogy adtam én már elő mérnökklubokba, egyetemeken, stb. Sokszor, de még itt a gimnáziumban is nagyon ritkán kérdeznek a gyerekek. Hál' Istennek itt már sikerült őket rászoktatni, hogy az előadótól kérdezzenek, érdekelje őket. És ők pedig kérdeznek, de aranyos néha, tehát megy az előadás, és közbe kérdeznek ez is, de hát most nem fogom leállítani, nehogy elfelejtse esetleg a végére. Úgyhogy ez szerintem egy nagyszerű dolog, és épp tehát, hogy annyi felkérés van, én igyekszem mindegyiknek eleget tenni. Újabb országos sikereket értek el a Bonyhádi Oyama Karate Egyesület ifjú reménységei. Nyitrai Noel és Beck Flórián az első Sihán Furkó Kálmán nemzetközi emlékversenyen mérettette meg magát. Legutóbb még májusban számoltunk be a Bonyhádi Oyama Karate Sport Egyesület sikereiről, akkor a tanítványok egy diákolimpián értek el kiemelkedő eredményeket. Ezt követően, bár az edzések továbbra is folyamatosan zajlottak, ahogy az edző fogalmaz, kicsit visszavettek a terhelésből. Ahogy megszokott nálunk nyáron is, folyamatosak ezek. Természetesen a terhelés mértéke az nem akkora, mint az előtte való időszakban, vagy amikor a versenyekre kiélezett a helyzet, de folyamatosan edzettünk. És edzőtáborokban vettünk részt augusztus második felében, és onnan jött igazán a hajtás. Ahogy mondtam, az edzőtábort követően az volt tulajdonképpen egy vízválasztó, egy dobbantó, és onnan napi két edzéssel készültek, egy nagyon intenzív 3 héten vagyunk túl. Kifejezetten erre a versenyre, erre a speciális versenyre készültünk, amit Szolnokon rendeztek meg. Múlt hétvégén voltunk ezen a versenyen. Első Sihán Furkó Kálmán emlékverseny, ez egy nemzetközi verseny volt. Ez egy olyan emlékverseny volt, ahol minden korosztály képviselte magát. Itt közel 400 induló volt, 15 országból vettek részt indulók, és egészen a gyermek korosztály, gyermek, serdülő, tehát az utánpótlás kategória, ifjúsági junior és a felnőttek is megmérkőzhettek egymással. Az egyesületből két fő képviselte Bonyhád városát a nem mindennapi eseményen, Nyitrai Noel és Beck Flórián. A Florinál ugye az volt a cél, utóbbi harcosak kezdünk, hogy egyszer nézze meg, tapasztalja meg, hogy milyen egy ilyen közeg, hogy néz ki egy verseny, hogy néz ki ennyi karatés között, milyen az, amikor tatamira kell állni. És ugye itt teljes erővel folynak a küzdelmek, akkor lássuk egyszer, hogy ő erre hogy reagál. Tehát ez csak egy tesztverseny volt számára, csak nagyon mély vízben.
A Noeltől azért vártunk már eredményeket, mert ugye ő már többszörös országos bajnok és diákolimpiai győztes is. Bíztunk abban, hogy esetleg ebben a nemzetközi mezőnyben dobogóra tud állni. Ennél jobban sikerült, felülmúlt a várakozásainkat, bajnok lett. Noel, aki egyébként 2,5 éves kora óta űzi ezt a sportot, a serdülők korcsoportban indult. Főként magyarokkal találkoztam, de ők is szerintem egész jól tudtak küzdeni az elvártakhoz képest, és jó küzdelmeket tudtam velük csinálni. Úgy éreztem, hogy nem volt annyira nehéz, de ez annak köszönhetem, mivel itthon nagyon sok edzést végeztünk el, és annak alapján felkészültünk a versenyre. A fiatal bajnok azt mondja, számos oka van annak, amiért szeret karatézni. A közösséget is, ami itt van, meg a változatos, hát hogy nagyon színes ez a sportág. Szeretném folytatni mindenképpen a felkészülést, és el szeretnék indulni október 8-án egy versenyen, és október 29-én. Bár heti 6 alkalommal van edzés, Noel elmondása szerint könnyen össze tudja hangolni a sportot és a tanulmányait, és természetesen hosszú távú tervei is vannak a karatét illetően. Napközben, mikor iskola van, akkor főleg az iskolára koncentrálok, és mikor edzésen vagyok, akkor kizárom az iskolai dolgokat, és akkor csak az edzésre fókuszálok. Gondolkodtam, igen, ebben, hogy szeretném átadni majd a tudásomat a kisebb gyerekeknek. Meglátást az élethez, meg egy segítséget, hogy a nehezebb időszakokban is átvészeljük a dolgokat. A tanuláshoz, hogy szorgalmasak legyünk, és ne alibizzük el a dolgokat, és a munkához is, hogy azt is keményen csináljuk. Bár még csak hazai terepen mutatta meg tudását, Noel a jövőben szeretne nemzetközi megmérettetéseken is indulni. Közel 500 gyereket mozgattak meg a már hagyományos sportnapon, a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában. Az alsós és felsős diákokra különböző, korukhoz illő feladatok vártak, és az Atlétikai Szövetségnek köszönhetően több, számukra új sportágat is kipróbálhattak. Megtartotta hagyományos sportnapját a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola. Az intézmény már közel 2 évtizede szervezi meg ezt a rendhagyó napot a diákok számára. Sajnos volt időszak, amikor a pandémia miatt ezt nem tudtuk megtenni, ezért külön örömteli, hogy most visszatért ez a szép hagyomány. Úgyhogy ezen a szerdai napon megpróbáljuk megmozgatni az összes tanulót, elsőtől 8. osztályig. Az idei évnek a különlegessége, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség jóvoltából elindult egy program, a kölyökből atléta, és egy olyan eszközcsomagot tudunk kipróbálni és használni, ami még inkább látványossá és élvezhetővé teszi ezt a mai mozgásos délelőttet, kora délutánt. Az alsósok és a felsősok részére külön programokkal készültünk. A helyszín az itt a műfűves pálya, akkor a kinti sportudvar, illetve bent a tornateremben. Hát el lehet mondani, hogy sor- és váltóversenyek vannak, ügyességi gyakorlatok vannak, és a gyerekek korához próbáltuk igazítani a feladatokat. A testnevelő tanárok ezen dolgoztak már jó ideje, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik, hogy ezt a programot meg tudjuk valósítani. Én már nagyon vártam ezt a napot, mert nagyon szeretek sportolni, járok úszni is, meg táncolni is. Vannak itt sorversenyek, most éppen egy váltófutáson estünk túl, mi lettünk az elsők. Nagyon jó itt kikapcsolódni, hogy végre nincs már nagyon sok tanulás, és hogy lehet sportolni. Hát ez a nap szerintem nagyon jó, mivel itt sportolunk, és kipróbáltam magamat, hogy tudok sportolni. Meg egész jól érzem magamat itt, és szurkolok a csapatomnak is. Ez a versenyfutás van, meg voltunk ilyen akadálypályákon is. Sofia gerelyhajítást most próbálta ki először. Szerintem az is nagyon jó volt, mert jól lehetett dobni ezt a gerelyt. Kis Hunor is örült, hogy egész nap a mozgással lehet foglalkozni, azt mondja, nagyon szeret sportolni. Atlétikázok, kosarazok, úsztam is régen, lovagoltam is. Hát nekem ez a versenyfutás most a kedvencem. Nekem tetszik ez.
Hát én azt gondolom, hogy ugyan még csak szeptember van, de a gyerekek már vágynak arra, hogy kicsit a tanulás világából kikacsincsanak. És mivel mi hagyományosan sportiskola is vagyunk, tehát óriási hagyománya van a sportnak, ezért mindenki örömmel várja ezeket az alkalmakat. Nálunk úszás, atlétika, kosárlabda, röplabda nagy hagyományokkal bír, és szép eredményekkel, megyi, illetve országos eredményekkel is rendelkezünk. Ezért úgy is mondhatnám, hogy a tanulók jó része be van oltva a sporttal, és ezért külön szeretik ezeket a pillanatokat. A sportnapon közel 500 gyermeket mozgattak meg a bonyhádi iskolában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!